Sziasztok, ez itt újra a The VR. Hát, úgy látszik, hogy ti is mind horror rajongók vagytok, és csak ezt élvezitek, mikor az ember betoik. Nagyon sokan írták, hogy kíváncsiak lennének, milyen lenne az Outlast Oculus Rift-tel. Most ugye ezt tudjuk, hogy natívan nem lehetséges, mert a játékot nem adták még ki Oculus Rift-re. Viszont létezik a Warpix nevezetű program. Gyakorlatilag ennek használatával, hát most már azt hiszem több mint 90 játékot játszhatunk Oculus Rift-tel. Gyakorlatilag egy konvertálásról van szó, tehát nem ténylegesen Oculus Rift-re van írva a program, de ez a kis plugin lehetővé teszi azt, hogy Oculus Rift-tel játsszuk ezeket a játékokat. Eredetben még beta fázisban van a program, de már most nagyon ígéretes. Mi is nem olyan régen tettünk szert rá. És hát sajnálatos módon itt az Outlast, amit persze én fogok kipróbálni, mert hát én fasok, mint egy galamb. Úgyhogy kezdjük is a játékot. Nem akarok már ezzel rendszerűen, de valami eszméletlen dolgokban néz ki ez a játék. Kérdezem újra. Gyakorlatilag egyébként ez a Warpix beta úgy működik, hogy az egérmozgást veszi el, mint olyat tőlünk részben, és ugye ahogyan a fejemet mozgatom, úgy mozog az egér a játékban, de egyébként maga élmény szinten nagyon-nagyon durva, mert teljesen hozza azt a fajta élményt, mint az Oculus Rift jól, tehát mint eddig külön Oculus Rift demókát tapasztaltam, azt abszolút át tudom érezni. Konkrétan azon kívül, hogy egy kicsit gyorsabban mozog a dolog, nem nagyon látok különbséget. Hát ez egy lánc. Úgyhogy erről ennyit. Jó, az egérrel tudok segíteni abban, hogy teljesen meg tudjuk fordulni. Ez nem volt olyan jó. Akkor erre sem jövünk. A durva egy futás közben ugye a csorikán mozog. És a fejmozgásunkat követik. Nem kénytelenül is mozgat tudom a fejemet. Szeretném előre felhívni a figyelmet, hogy valószínűleg katasztrofális vége lesz ennek a videónak. Ha! Megvan a kamera. Bakker, na ez iszonyú jól néz ki. Már akkor azt, hogy hallom a karaktert, ahogy mozog, ugye a lépteit, meg ilyenek, és gyakorlatilag minden is lesz le. Azt hiszem, hogy valaki van mellettem, mögöttem, vagy valahol máshol. A zenét ezt előre is köszönöm. Iszonyú hatásos. Az első ember lenne, akit meg tudnék kínozni. Meg ezt össze-vissza így beúzolom ezt a zenét. Oké. Az F-fel tudsz rápadni. Ahogy néz ki? Basszus! Szóval Blair Witch is egy kicsit. Ez a két kamera itt az Oculus Riftben annyira durván néz ki, hogy arra nincsenek szava. Komolyan mondom. Basszus.
Mi a szar volt ez? Szeretném, ha tudnátok, hogy hozzátartozik az, hogy rohadtul nem játszottam az Outlast-tel. Sima verzióba se, nem hogy Oculus Rift-es változatba, úgyhogy ez most egy kicsit sok nekem. Azt kérdezem. Na már csak ez hiányzott, a rohadt szellőző nyílásos téma, hallod? Hogy ezt mindig hogy utáltam? Sokba vagyok, bazd meg! Ezt egyszerűen nem hiszem el, bazd meg! Ágeci, nem! Ez tuti, hogy nem. Ezt át kell venned, baszki. Komolyan mondom neked, hogy azt hittem, hogy kiugrik valami a belemből. Annyira beszartam. Mi az is? Azt a kurva élet takar, hogy már igazán nem tudom! Jézusom! And who are you then? Ez ki a szar? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Mi van már? Most mi van? Hova lett az a seggfej? Gyere most ide, csezd meg, hogy felálltam! Ott szétverlek a, mit tudom, egy kamerában. Mit elve van? Mit elve van? Kicsit menj! Nem megy. Na, egy kicsit végig. Kicsit még? Egy kicsit már. Csak kérdezek. Elég drasztikusnak éreztem az expressziót. Igen. Drasztikus volt. Ez remélem sok mindent elmond, hogy most hogy érzem magam. Nem jól.